partra űzve ballagok, az égi semmi habja elkap, játszik velem és visszadob, nem is tudom, miért vezeklek itt minden sziszenő talál, ne fusson el. Vendégünk a stúdióban Laszk Fidor atya, az Azorka. Szia! Szia! Sziasztok! Az előbb hallhattuk Pilinszky János Tilos Csillagom című versét tőled megzenésítve, de ezt te is szerezted ehhez a dallamot, a szövege nem kellett sokat gondolkozz, de Pilinszky másként pályázatra írtad anno ezt a szerzeményt. Miért pont ezt választottad? Mit lehet tudni egyébként a dal születéséről? Én ugye, amikor kijött ez a pályázat, akkor nagyon megörültem, mert én nagyon szeretek versekkel foglalkozni. Valahol én is úgy szerzem a kis dalaimat, mint hogyha versekben gondolkodnék, és rögtön elkezdtem olvasgatni egy ilyen Pilinszky összest, és nézegettem egyrészt így dallamosság szempontjából, és másrészt meg, hogy mi az, ami engem nagyon megfog. És van egyfajta olyan halálvágy, de közben egy ilyen nagyon finom, hát nehéz megfogalmazni, de van valami olyan benne, ami nekem úgy hazaütött, és azt éreztem, hogy ezt akár nagyon örülnék, ha ilyeneket tudnék írni, na azt mondom akkor, mert nagyon egyezik a lelki világ vagy. És hát tulajdonképpen beleszülettél egy irodalmi közegbe, hiszen apukád is költ, és van egy közös estetek, mesélj erről egy picit. Igen, ez még jóval régebben alakult ki, szerintem most már nagyjából 4 éve megyegetünk így, mert hát a Szinha Róbert gitárművésszel kezdtem el, én először ő volt a gitártanárom, és akkor ők együtt dolgoztak apukámmal. És akkor ebből így kialakult egy ilyen hosszas-hosszas út során az, hogy elkezdtük apukámnak a verseit megzenésíteni Robival, illetve a saját dalaimat is hozzárakni ez a projekthez, és akkor apukám végül mondta, hogy akkor miért is nem csinálunk közösen esteket. És akkor ahogy egyre több dal lett, úgy mindig egyel több dallal érkeztünk. Apukám felolvas, mi zenélünk. Ez egy ilyen formáció, és 2020-ban ki is jött egy jelenlét című lemez, ami ezeket a dalokat tartalmazza. De édesapád egyébként is jellemző, hogy előadó művészeti performanszokon vesz részt. Laszk Jánosról van szó, hogyha valaki nem tudná. És amikor veled dolgozik, akkor hogyan megy a munkamenet? Mennyire engedett beleszólni mondjuk a dalszerzés részébe őt, vagy mennyire szeretne beleszólni?
Igazából én nem is vele szerettem a dalokat, hanem Szinha Robival, és ő már így a végeredményeket látta meg általában. Azt meg mindig nagyon kedveltem, mert mindig nagyon örült neki, ugye nyilván egy másik szint adunk hozzá, mint amit ő gondolt, már csak abból kiindulva, hogy mindenki kicsit máshogy gondolkodik. És azért igazából a Robival volt itt a közös munkának a nagy része. Ugye te saját magadnak írod a dalszövegeket, amik tulajdonképpen akkor versek, te így kezeled őket? Én abszolút így kezelem őket, én először a szöveget kezdem el írni, és mindig az a legnagyobb gondolkodási része, vagy az a legnagyobb szülés az elején, hogy meglegyen, hogy mi a téma, hogy honnan, hová viszel a szöveg, és akkor utána a dallam az általában sokkal könnyebben kiszokott gurulni, így a hangulatból adódóan. Ugye ma van a költészet napja, neked kik a kedvenc költőid? Nekem, hát tinikoromban nagyon-nagyon imádtam József Attilát. Most azóta, akiket így újonnan nagyon szeretek, Vörös Sándor, Tóth Árpád, Radnóti, úgyhogy így mixelgetem. Ilyen közegben azért hamar felfedezi az ember a verseket, és te is egészen korán elkezdted írni. Igaz, hogy 6-7 éves korodban már volt olyan notesz, amiben verselgettél? Ezekben már voltak olyan zsengék, amik aztán a másnap sorokban visszaköszöntek később az Azorka művekben? 6-7 évesen még csak olyanokat írtam le, hogy ez történt velem ma, és hogy szépek voltak a csillagok, meg nem. De a streamben? Nem, akkor még nem. Aztán szerintem ilyen 13 évesen volt az, hogy úgy verset próbáltam írni. És volt egy ilyen nagyon, én általam nagyon jónak tartott versem, amit aztán elvesztettem, és soha többet nem fogom megtudni, hogy milyen volt. 13 évesen írtam egy szerelmes verset, és eltűnt. De ez volt a legelső versed? Nem. Szerintem igen. Igen? Szerintem ez volt az első ilyen próbálkozásom, igen. Igen, egy komolyabb próbálkozás, mert azt akartam kérdezni, hogy a legelső versedet megzenésítette, de aztán később. Nem. De ilyen nagyon régi verseket zenésítesz meg már mai fejjel? Vagy pedig mindig új szövegeket írsz? Általában újakat szoktam, de azért én mindig számon tartom a jegyzeteimet, és mindig, hogyha nem érzem magam elég inspiráltnak, akkor így vissza szoktam kutakodni ilyen gondolatfoszlányokért, és azokat újra hasznosítom sokszor. És kicsit átérve az Azorka projektre, hogyan alakul most a késő tavaszi kora nyári szezonatok? Nagyon-nagyon szépen alakul, és ami mindenképpen egy nagy vidámság lesz, az május 5-én a Turbinában lesz nekünk egy ilyen saját koncertünk. Úgyhogy erre nagyon készülünk már, ezt nagyon várjuk. Mi is nagyon várjuk, igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük, hogy eljöttél.